Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió péntek esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, rögtön mondom a nap legfontosabb híreit. Béremelést szeretne a kormány. 280 láda alma a rászorulóknak. 68. alkalommal tartott kormányinfót tegnap Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter. A tárcavezető elmondta, a következő évek legfontosabb feladata a béremelés és a beruházások támogatása lesz. Az ország számára az egyik legfontosabb kérdést, legfőbb kihívást a versenyképesség javítása jelenti a következő években. 2010-hez képest sokat erősödött a magyar gazdaság, tartósan 5% alatt van a munkanélküliség, mélyponton van az államháztartási hiány, fejtette ki Lázár János a heti kormánybeszámolón. Célként jelölte meg azt is, hogy csökkenjen a vállalkozások adóbevallással összefüggő tennivalója, ám az adófizetés rendje alapjaiban nem változna. A kormány úgy gondolja, hogy a következő évek fontos kérdése a gazdasági versenyképesség és a növekedés miatt a béremelés kérdése, és fontos kérdés a beruházások kérdése is. Mind a kettőt támogatnunk kell a jelenleg rendelkezésre álló gazdasági eszközeinkkel. Erről szól egy konzultáció, és készít elő egy megállapodást. A miniszterelnökséget vezető miniszter kitért az alaptörvény módosítására is, mely javaslat szövegezése már elkészült, erről november 8-i ülésén dönt majd a kormány. Hangsúlyozta, a kötelező betelepítési kvóták elleni küzdelemben szükség van az összefogásra, így minden ellenzéki képviselőt arra kér, szavazza meg az alkotmánymódosítást. Az Európai Bizottság fönntartja azt a javaslatát, mely szerint a bevándorlókat, az illegális bevándorlókat szét kell osztani Európában, és a kompromisszum, amit Orbán Viktor el tudott érni, illetve az eredmény, amit el tudtunk érni közösen, az annyi, hogy a szlovák elnökség lehetőséget kapott arra, hogy egy B-tervet is az Európai Bizottság mellett az Európai Tanács asztalára tegyen. Tehát két javaslatot fog decemberben megtárgyalni az Európai Tanács, meg fogja tárgyalni az Európai Bizottság eredeti javaslatát, amely a kötelező kvóta, a kötelező betelepítéssel kapcsolatos, és megtárgyalja a szlovák elnökség javaslatát, amelyben Magyarország is részt kíván venni majd, például a kötelező betelepítési kvóta elutasításával. Megkérdezték a miniszter álláspontját arról is, hogy képviselői körzetének egyik településén Algyön népszavazást kezdeményeznének egy iskola mellett tervezett vegyi üzemről. Az országgyűlési képviselő súlyos problémának tartja az ügyet, és nem támogatja a beruházást. Ugyanis az üzem megvalósítását tervező cég elutasította az algyői helyhatóság által felajánlott állami területet, ezért érthetetlennek tartja, hogy a befektetők pont az iskola melletti privát tárkán szeretnék megvalósítani az üzemet. Közel 4 tonna almát oszt szét a napokban Makón és térségében a magyar-máltai szeretett szolgálathelyi csoportja. A gyümölcsökre az orosz embargó miatt megsemmisítés várt volna, a Nagykálló Tész Kft. Felajánlásának köszönhetően viszont ezeket rászorulók kaphatják meg. Oroszország EU-s élelmiszerimportra vonatkozó tilalma miatt a jó minőségi hazai alma a termelők nyakán maradt. Ezekből részesült idén 4 karitatív szervezet, köztük a magyar-máltai szeretett szolgálat. A makói csoport belső pályáztatás során 280 láda almát juttathat el a térségben élő hátrányos helyzetű embereknek és családoknak. A máltai szeretett szolgálati elmondatában benne van, hogy segítsünk a rászorulóknak, ez vezet minket, és ennek tükrében adományozunk, amit tudunk, amit kapunk. A 280 ládából 110-et a makói nélkülözők kapnak. Míg családpalotára 50, addig Apátfalvára, magyar családra és Kiszdomborra 40-40 doboz alma jut. Családpalotán a helyi családsegítő szolgálat által előzetesen kiértesített 50 fő részesülhetett az adományból. Igazándiból nagyon örültek, nagyon sokan voltak, akik már ma bejöttek személyesen a levél készhezvétele után, és megköszönték azt, hogy ilyen cselekedetet tesz ugye a máltai szeretett szolgálat és családpalota közösen, és azt mondták, hogy nagyon örülnek, és annak is örülnek, hogy ugye egy egész ládával kapnak, mert így nem csak ők részesülnek belőle, hanem akár barátok, gyerekek, mások itt most az utcákba, vagy ott a baráti körökben. Magyar Család önkormányzata hozzávetőleg 2 éve fűzte szorosabbra a kapcsolatot a máltai szeretett szolgálattal. Azóta már több karitatív akciót is szerveztek közösen.
A község első embere szerint akár minden héten lehetne adakozni, ugyanis sok olyan család él a településen, akiknek minden segítség sokat jelent. A múlt héten a református szeretett szolgától kaptunk 60 láda almát, aztán a családosok kapták meg. Ez a 40 láda alma meg az idősebb korosztály részére lesz majd szétosztva. Hatalmas az igény, hiszen azt tudni kell, hogy magyar családon, nagy családosból és idős korosztályból is igen nagy szép számban van. Én abban bízom egyébként, hogy amit elkezdtünk a Mátai szeretett szolgálattal, az egy nagyon hosszú távú kapcsolat lesz, gyümölcsöző kapcsolat szó szerint, ha az almára gondolunk. A szeretett szolgálat karácsony közelettével sem tétlenkedik, hiszen november 26-án jótékonysági teaestet rendeznek, míg december 15-e és 20-a között az Adni Öröm akció keretében tartós élelmiszert fognak gyűjteni a rászorulóknak. Egyre hidegebb az idő, hajnalban pedig már mínuszokat is mérhetünk. Ilyenkor fontos, hogy nem csak az autóinkat, de magunkat is felkészítsük az esetleges rossz látási viszonyokra, csúszós utakra. Többek között ezekre hívja fel a figyelmet a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága. Hóeséstől ugyan egyelőre nem kell tartani, mégsem árt elkezdeni a felkészülést a téli időszakra. Az autók őszi és téli felkészítésében sok a közös elem, hiszen mindkét évszakból romló időjárási és útviszonyokra kell felkészülni. Amikor a nappali hőmérséklet 7 fok alá süllyed, váltsunk téli gumira. Nagyon fontos még tudni, hogy a légzsák nem helyettes időbiztonsági övet. A légzsákot az üléshez bekapcsolt biztonsági övvel rögzített emberek terveztelmezték, és ütközés következtében tulajdonképpen ennyi a test előre csapódik, és hogyha nem vagyunk bekötve, ilyenkor nem is nagyon fogja meg semmi, főleg nem egy légzsák, sőt, ilyenkor nagyobb károkat is, ez nagyobb sérüléseket is okozhat, hogyha nem vagyunk bekötve. Tehát nagyon fontos, hogy kapcsoljuk be a biztonságövet, mert a légzsák csak biztonságövel együtt véd. Ebben az időszakban már a városokban is sokáig megmaradnak a hajnali felfagyások, egy-egy hidegebb napon pedig az eső is lefagyhat az utakra. Szélfújásos helyeken már plusz 3 foknál is létrejöhet jegesedés. Legyünk különösen óvatosak hidakon, felüljárókon. Felhívnánk mindenkinek a figyelmét arra, hogy ilyen ködös nyálkás időszak van, fokozottan tartsuk be a követési távolságot, mert vannak olyan helyek városunkon kívül, ahol viszont többnyire kötfoltok alakulhatnak ki. Ez azért is veszélyesebb, mert ott egy egyenletes tempóban kell haladni, mert hogyha beleérünk egy kötfoltba, nem tudhatjuk, hogy esetleg az előttünk haladó az lassabban, hogyan lát, milyen sűrű a köd, tehát ezekre nagyon oda kellene figyelni. A Csongrád megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága közlekedés biztonsági ajánlásokkal hívja fel a gépjárművezetők figyelmét a téli közlekedés veszélyeire. Fontos megemlíteni, hogy a motorosokat a személyi autók sofőreire jellemző pozitív biztonságtechnikai megoldások nem védik, így közlekedési baleset esetén testük nagyobb veszélynek van kitéve. Ezért számukra is nagyon fontos, hogyan készítik fel gépjárműveiket. Ugye egyértelmű a tankja, az jó, ha tele van benzinnel, ne rohadjon, mert öreg motoroknak ez a legnagyobb problémája egyébként, hogy hódrozsdás belőle a tankja, amit nem megfelelően tárolnak el, és utána utazás közben csak a probléma van vele, mert örök eldugul a csapja, a karburátorja, mindene, és akkor szerelgetésen út közben. Az őszi-téli hónapokban a motoros és autós balesetek jellemző oka, hogy a sofőrök nem az időjárási, látási és útiszonyoknak megfelelően vezetik gépjárműveiket. Ki kell emelni az emberi tényezők jelentőségét is, amikor a járművezetők a képességeket túl, gépük teljesítményét pedig alulbecsülik. Évek óta fő baleseti oknak számít a sebesség nem megfelelő megválasztása, irányváltoztatás szabálynak be nem tartása és a szabálytalan előzés. Rendőrségi hírek következnek. Tegnap egy makói férfi olyan erővel ütötte arcon vitapartnerét, hogy a sértett 8 napon túlgyógyuló sérülést szenvedett. A rendelkezésre álló adatok szerint a két férfi között egy forgalmi nézeteltérés miatt alakult ki vita. A 47 éves Kály János mérgében megütötte vitapartnerét, majd sietősen elhagyta a helyszínt. A sértettet a mentők kórházba szállították, ahol megállapították, hogy sérülése súlyos és 8 napon túlgyógyuló. A rendőrök a feltételezett elkövetőt gyorsan beazonosították, és gyanúsítottként előállítása után kihallgatták. Ellene súlyos testi sértés büntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a makói rendőrkapitányság.
Bűnügyi szempontból az elmúlt napokban sajnos több vagyonelleni bűncselekmény történt Makón, így a Pajzs utcáról egy lakóház melléképületéből több mázsa tűzifát loptak el ismeretlenek, egy Bárány utcai ház udvaráról láncfűrészt és fűkaszát vittek el, míg az egyik Széchenyi téri lakásból pedig ajtóbefeszítést követően vittek el nagyértékben ékszereket, órákat és különböző pénzérméket. Halloween napot tartanak szombaton a Hagymatikumban. A fürdőzőknek tökös ételekkel, tökfaragó versennyel, valamint hátborzongató szauna szeánszokkal is kedveskednek. A magyar hagyományokat tiszteletben tartva nem október 31-én, hanem most hétvégén rendezi meg a Halloween party rendezvényét a Hagymatikum gyógyfürdő. A gyerekeknek kreatív sarokkal készülnek, az étteremben pedig finomabbnál finomabb tökös ételekkel várják a vendégeket. Lesz tökfaragó verseny is, amelyre jelentkezni egészen szombaton 12 óráig lehet. Nevezésenként egy darab ingyen belépő jár erre a napra, míg a legjobb alkotások jutalomban is részesülnek majd. Minden évben azt látjuk, hogy nagyon nagy örömmel készülnek erre az alkalomra, és hozzák be a jobbnál jobb tököket, mindig vannak nagyon-nagyon különleges alkotások, ez nekünk is öröm, amikor látjuk, utána ott hagyjuk a Hagymatikum fürdőbe, különben egy héten keresztül a recepciónál kiállításra kerülnek ezek a tökök, úgyhogy a gyerekek gyakorlatilag azt gondolom, hogy azért is szeretik, mert így legalább az alkotásuk valahol bemutatásra kerül, és tényleg mindig nagyon érdekes dolgokkal készülnek. A 15, 17, 20, 21 és 22 órakor kezdődő hátborzongató szauna szeánszok mellett ez a program sem maradhat sztár vendég nélkül. Közönség kívánatra most egy Vajdaságból származó magyar énekesnőt hívtak meg a fürdők fürdőjébe, aki pályafutását még a Sugarloaf együttesben kezdte. 16 órától Dérheni jön hozzánk, és egész délután pedig zenés kívánságműsor, és éjszaka pedig egy jó kis vízi diszkó zárja majd a programokat. Az őszi szünet alatt, ahogy már a korábbi években is, minden 14 éven aluli gyermek 500 forintos napi belépőjeggyel látogathatta a fürdőt. Ma 19 óra 30 perctől pedig az éjszakai fürdőbelépő lép érvénybe a már megszokott módon. Híradónk végén lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Béremelést szeretne a kormány. 280 láda alma a rászorulóknak. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról. Anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megtudhatják, milyen időjárás lesz a hétvégén, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 15 perckor az Ahol álmomban jártam című kisfilmet láthatják. 18 óra 30 perckor a Návai Szobor alkotóival készült pódiumbeszélgetést nézhetik meg. 19 órakor a társalgó színes kulturális magazin következik, majd 19 óra 30 perckor a Fújja furujáját, Bú nélkül éli világát című rövidfilm látható. Ez volt a péntek esti híradó, legközelebb hétfőn jelentkezünk újból friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, én már a búcsúzom, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!